Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Kedveseim, a Szent Misét élő és elhunyt jótevőkért ajánlom. Emőke édesanyáért ajánlom. Élő Ludovitért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, te megtanítottad boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közben járással enged, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, s egykor beléphessünk a megígért országba. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, kiveled és a Szent Lélekkel Isten él és uralkodik örökké. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Derék asszony kitalál, értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjút és a kendert, s mindent beszerez ügyes kézzel. Kinyújtja karját a guzsaj után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Zsoltárra a válasz. Őrizd meg lelkemet a te békédben, Uram! Őrizd meg lelkemet a te békédben, Uram! Szívemben nincs nagyra vágyás, Uram, szememben sincsen kérkedés, nagy dolgok után nem töröm magam, sem erőmet meghaladó, feltűnő csodák után. Őrizd meg lelkemet a te békédben, Uram!
valóban lecsendesítettem lelkemet és megnyugodtam, miként a kisded anyja ölében úgy pihent meg a lelkem. Őrizd meg lelkemet a te békédben, Uram. Alleluja. Jézus mondja, maradjatok meg szeretetemben, aki bennem marad és én ő benne, az bőséges termést hoz. Alleluja. Alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak. Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti, azt mondja, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igaz gyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igaz gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Ezek az evangélium igényei. Áldunk téged, Krisztus! Kedveseim, ma boldog Gizella emléknapja van. Szent István királyunk feleségéről van szó, aki német földön látta meg a napvilágot, Szivakodó Henriknek volt a leánya, aki apácának készült, de aztán, amikor atyjától Géza fejedelem fia számára kérte, feleségül boldogan vállalkozott rá, hiszen óriási feladat állt előttük, a magyar nép megtérítése. És ebben valóban Gizella nagyon komolyan volt társa férjének. Az uralkodás természetesen a férje feladata volt, meg harcok, meg minden más egyéb. De az, hogy mélységes hitében támogassa, és az egyház előrehaladását segítse, abban mindenben készséges társ volt. Veszprémben élt, ott építetett egy bazilikát, ami székesegyház volt akkor. Ő volt az, aki udvarhölgyeivel együtt legtöbb akkor frissen épült templom liturgikus ruháit készítette. Többek között a későbbi koronázó palástot is ő maga himezte, de nagyon sok mást is. Életszentsége nyilvánvaló volt, az emberek előtt nagyon nagy tisztelettel fordultak feléje. Sok gyermekük volt, de összesen egyetlen egy érte meg. A felnőtt kort Imre herceg, aki, mint tudjuk, 24 éves korában szintén az örök hazába tért. A férje halála, István halála után elég nehéz helyzetbe került, egy darabig házi őrizetben volt, majd pedig a bátyja, akit szintén Henriknek hívtak, és ő maga is szent lett, segítségével tudták kimenekíteni Magyarországról. Passauban élt, előbb szerzetes nőként, majd apátnőként érte a halál szentség hírében. Ezzel, hogy valóban szent volt, egészítette István király életszentségét, és gyermekük Imre szentségével pedig elénk adták ajándékba az első magyar szent családot, mint mintát és példaképet. Szó szerint ajándék a magyar nép számára, hogy a kezdeteknél egy szent család segítette a magyarság megtérését. Amikor ma ráemlékezünk, adjunk hálát érte Istennek, és imádkozzunk hazánkért is. Forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére. Addulunk, hogy egy házad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Kérjük téged, hallgass meg minket. Hadd, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hát, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a család anyák áldozatos szolgálatát. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását egykor majd az örök élet boldogságával. Érünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek a szeretett szolgálatban. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, a dicsőség koronáját egykor a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret, fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mozd le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts engem. Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, ne vigyél el dicsőséget, mindannyiunk és az egész szent. Istenünk, felajánljuk neked adományainkat boldog Gizella emlékezetének napján. Könyörögve kérünk, szerezzen számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedben. Emeljük föl szívünket. Lelkedben. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus Urunk által, mert szentjeit példája által az Anya Szent Egyház újra meg újra csodálatos termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőítünk téged, és hangos szóval zengjük, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Ime hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hidd el rajtunk a támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért viat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egy bal szent lélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében. Viselsz egyházat sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkban, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden rossztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűnét, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűnét, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűnét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghivasztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Testvéreim, boldog Gizella, Szent István királyunk közben járásával. Kérjük Istentől a lelki áldozás kegyelmeit. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, ma boldog Gizella ünnepi mennyei szentséget kegyelmével világosíts meg szívünket, és szíts föl bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyak törösztenezve egyre több jót cselekedjünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. S áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istenem, legyen áldott. Isten hazánkért, térdelünk elő. Rúd bűneinket jóságoddal földbe, szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed, István királynak szíve gazdagság. Szent Imre herceg kemény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát. Ó, ha csak ezt látnád, Szent Erzsébedből hős szeretet, ezekelve szállnak, minket hiába, Uram, ne sírhasson, áldott boldog asszony, ránk bűnösökre minden verés rá. De könyörögnek, ők tépet hazánk.